10 millió forintot gyűjtött össze az egyik magyarországi katolikus mozgalom, a Kolping Szövetség a szíriai gyerekek megsegítésére. Az adomány a magyar kormány segítségével jut el Szíriába. A tervek szerint Aleppóban egy olyan központ épül belőle, amelyben a polgárháború borzalmait átélő gyerekek és szülők kaphatnak segítséget. Az elmúlt napokban kiújultak a harcok Szíriában több helyen. Ha nem romlik még tovább a biztonsági helyzet, akkor akár már idén felépülhet a központ. Mintegy 1300 keresztény család menekült el 5 évvel ezelőtt az észak-iraki Tel Aszkuf városából. A harcokban több száz épület megsérült, sokat teljesen megsemmisítettek. A magyar kormány 580 millió forintos adományából azóta újjáépítették a várost, így több mint 1000 család térhetett vissza szülőföldjére. A Hungary Helps program 5 közel-keleti országban is segíti az üldözött keresztényeket, így a háború sújtott a Szíriában is, ahol hazánk hozzájárult például a pusztítás miatt segítség nélkül maradt emberek egészségügyi ellátásához is. A magyar kormány 2017 óta segíti az üldözött keresztényeket a világ migrációt kibocsátó területein. Az elmúlt 2 évben több mint 8 milliárd forintból mintegy 35 ezer ember helyben maradását és hazatérését segítette. A programhoz a katolikus Magyar Kolping Szövetség is csatlakozott, amelynek tagjai az elmúlt egy évben 10 millió forintot gyűjtöttek össze a szíriai rászorulók számára. Csatlakoztak különböző plébániák és lelkészségek, tehát nem csak katolikus, hanem protestáns felekezetek is támogattak minket. Nagyon-nagyon komoly támogatást kaptunk az alsópáhoki Kolping Hotelt működtető alapítványtól, amely részben német, részben pedig magyar tulajdonban van, és számos olyan magánszemétől is kaptunk támogatást, akik közül többeknek a nevét sem tudjuk. Itt a legkisebb összegekről, tehát néhány ezer forinttól több százezer forintos összegekig érkeztek be támogatások. A 10 millió forintos adományt az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps programért felelős államtitkár vette át. Azbej Trisztán hangsúlyozta, a pénzből kifejezetten a szíriai polgárháború túlélő gyermekeket és a válsághelyzetben lévő családokat fogják segíteni. Az államtitkár hozzátette, a Hungary Helps már a sokkal több lett egy kormányzati programnál, hiszen a kezdeményezéshez egyre többen csatlakoznak. Nem sokkal ezelőtt a Királyhágó melléki, tehát az erdélyi parciumi magyar református hívektől vettünk át egy több milliós gyűjtést, most a Kolping Szövetségtől, de kaptunk már magánadományokat Gyoma Endrőttől Budapestig, Szombathelytől Beregszászig. Ez jelzi azt, hogy ez egy összmagyar küldetésé vált. Az államtitkár hozzátette, amennyiben nem romlik a biztonsági helyzet Szíriában, még ebben az évben felépülhet egy olyan központ, ahol a szakmai képzés neveli és szabadidős foglalkozások mellett különös hangsúlyt kap majd a traumatizált gyerekek lelki gondozása is.